Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Immár az ötödik alkalom, hogy megrendezésre kerül a Hungry Seven Rádió, és ismét egy nagyon különleges és speciális vendéget sikerült meghívni, ráadásul ismét a Példaképem csatornájáról. A legeslegjobbak egyike, a második főszereplő az Impossible stúdióból. Üdvözöljük Harci Bencét! Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Köszönöm, hogy itt lehetek. Pár Yu-Gi-Oh-val kapcsolatos kérdést tennénk fel, ugye mert ez a csatornának a témája. Tehát az első kérdés, hogy versenyszerűen játszottad-e régen a játékot? Igen, természetesen én is játszottam. Ugye az egész talán onnan kezdődött, ugye a rajzfilmekbe tetszett meg nekem is a maga a Yu-Gi-Oh. Először ott kezdtük a Tamással, természetesen kivel mással nézni ezeket ugye az anime sorozatot, és nagyon megtetszett, és akkor elkezdtük keresgélni, hogy hol lehetne ezt úgy rendesen játszani mások ellen élőbe. És akkor találtunk egy helyet Veszprémbe, akkor igazából oda mentünk el így közösen a Tamással, és ott játszottunk versenyszerűen, ott voltak rendezve kisebb versenyek, és akkor azokon indultunk. Úgyhogy igazából elég korán elkezdtem, szerintem ez már ilyen általános iskolában volt, ilyen 15 néhát, még korábban, aztán 13 évesen nagyjából, igen. Uh-huh. Igen, meg ugye maga az Impossible stúdióban nem Yu-Gi-Oh-val kezdtünk, úgyhogy az kicsit később jött, előtte már jóval régebb óta játszottunk a játékkal, igen. Láttam így régebb ilyen videókban, ahol csak így még kártyáztok, ugye, meg voltak ilyen nagyon... Igen, régi... igen, olyanokat tett föl a Tamás pontosan, amikor igazából csak ketten játszottunk, összeraktunk magunknak egy jó kis paklit, ami tetszett, és akkor egymással lejátszottunk, és azt raktuk fel. Igen, még ha nagyon szemfüles valaki, akkor visszakeresi egy-kettő ilyet, még lehet találni még az interneten, Tamás csatornáján is, úgyhogy igen, vannak ilyenek. És ezzel kapcsolatos igazából a második kérdés, hogy milyen paklit kedveltél a legjobban, és miért pont azt? Ó, hát ez nagyon egyértelmű. Amúgy nem az lesz, amit a filmekben játszom igazából, mert ez még tényleg ez is ilyen retro élmény, hogy amikor először elkezdtünk játszani a Tamással, akkor nekem nagyon tetszettek ezek az old school ilyen földpaklik voltak. Oh. Nem tudom, lehet, hogy egy-két videóban van is ilyen, amikor azzal játszom, de nem valószínű. Ez még tényleg abból az időből van, amikor hát még tényleg ilyen gimi eleje, nagyjából 14-15 éves voltam, és ez egy ilyen masszív földpakli, ami arról szólt igazából, hogy folyamatosan dobáltam ki a kis szörnyeket, földszörnyeket, például a Giant Rat, ugye akit, hogyha megölsz, akkor hoz egy másik Giant Ratet akár, vagy egy másik földszörnyet, és akkor folyamatosan volt mindig lenne bármi, amit be lehetett áldozni, benne volt a Föld Monarch, ugye aki egy lefordított lapot tud elpusztítani. Aha. Amit nagyon szerettem benne, például volt a Gigantes, remélem többen ismerik, ez egy elég speckó lap, de az a lényeg, hogy igazából egy földlapot kell kivonni, és 1009-es támadó lény, ezt is nagyon szerettem, és speciálisan hívhattad le, és akár egy körbe lehozhattál hármat is belőle, és akkor elég agresszív pakli volt. Én azt nagyon szerettem, igen, tehát még szerintem az volt a kedvencem. Hát én nagyon nagy gyűjtő vagyok, van pár ebből most, amiket itt felsoroltál. Igen, na, tök jó. Azon lepődtem meg, képzeld el, volt egy interjúm Barát Istvánnal, egy korábbi rádióadásban, aki ugye Yuginak a magyar hangja, egy elég népszerű személy, és ő is ugyanezt mondta, hogy egy masszív földpaklival játszott régen. Komolyan, tök érdekes. Na, én is nagyon szerettem azt a földpaklit. Tényleg nagyon jó. Na és akkor csak annyit akartam még, igen, ebbe a földpakliba volt, ami még nagyon érdekes, van az a Muka-Mukának egy ilyen upgrade-elt verziója, ami ugye azt hiszem 5-ös szintű, de mivel 1500 támadópont alatt van, ezért a Giant Red le tudja hozni. És ugye ott annál több a támadása, minél több lap van a kezedbe, és akkor tudom, én is versenyre szoktam azt is vinni, és akkor mindig meglepődtek, amikor a Giant Red lehozott egy 2004-es támadó szörnyet, és akkor nem értették, hogy hát ez... Mert ugye 1200-asként jön le, vagy 1004, most ezt pontosan nem tudom megmondani, mert már olyan rég volt nekem is ez már. De az a lényeg, hogy ugye utána kapta meg a támadópontot, ezért rohadt nagy volt, és nem lehetett leütni az elején. Az jó kis kombó. Igen, igen, igen. Jó, kiváltam. Igen, de itt tényleg, meg gondolom ott volt ez a fekete erdő boszorkánya, meg a Szengen, meg ilyenek. Persze, persze, igen, ezek is akkor kötelezőek voltak, hogy ne, persze. Jó, nagyon jó formát volt, imádom. Nagyon egy old school mániás vagyok én is. Igen, hát így egyébként a kártyázás részről lehet, hogy így ennyi. A többi azok inkább ez a real life-ozással kapcsolatos, mert ez most a nagyon felkapott téma így a csatornámon.
Ugye én is ezzel foglalkozom most már egy jó ideje, ugye már Tamásnak is mondtam, hogy ti ihlettetek meg engem teljes mértékben, és már nem tartanék itt én sem, hogyha ti nem lennétek. Tehát én ezért egy nagyon hálás vagyok, úgyhogy... Hát mi köszönjük amúgy, hogy tényleg ennyi emberbe tudtunk vonzani, és tényleg van hatása annak, amit csinálunk, és szerintem ez egy tök jó dolog, hogy emiatt például te is elkezdted, de szerintem ez egy tök jó dolog. Igen. Itt ugye többen is vagyunk már a csapatban, és mindenki nagyon szerette, ugye a filmjeiteket mind láttuk, tehát, és megpróbáltam megalkotni egy saját ilyen kis világot, ami úgy elfér a tiétek mellett. Ja, hát hajrá, sok sikert továbbra is, úgyhogy én azt Köszönöm mondom, hogy szépen. csináld csak, és ne hagyd abba, mert tényleg, hogyha szereted, és jó érzés ezt csinálni, meg tényleg már ugyanúgy, hogyha bevonzasz másokat, és másoknak is tetszik, akkor meg tényleg akkor ezt mindenképpen megéri folytatni A valahogy. következő kérdés, hogy real life-okban biztos, hogy volt olyan, amikor mást játszottál, tudod, akár egy maszk volt rajtad, vagy egy más szerepet kellett játszanod, mint a sajátod. Igen. Melyik volt az, amelyiket a legkevésbé kedvelted? Hát igazából ez nem is annyira szerepcentrikus, ez inkább maszkcentrikus, hogy úgy mondjam, mert Igen. van egy-kettő maszk, ami nagyon kényelmetlen. Igen, biztos láttátok már azt a fehér, ilyen véres koponya, ilyen fehér maszk, és ilyen kicsit ilyen véres koponyája van, tehát nem az a tipikus maszk, amiket szoktunk hordani, van egy ilyen speckó maszk, ez kicsit így jobban rámegy a fejedre. Ami a pendulumosban volt, nem? Ilyen nyelve is kilóg. Igen. Aha. Na, az például az nagyon meleg, és abban nagyon nehéz beszélni, meg tátogni. Ugye egy csomószor, amikor gonoszak vagyunk, akkor el van torzítva a hangunk. Sokszor egyébként nem is mondjuk ki azt, ami a szöveg, hanem csak tátogunk pont ezért, mert amúgy nagyon nehéz benne beszélni is, meg nagyon nehéz benne a levegőt is venni. Hát ugye meg a maga az, sokszor ugye rajtunk van az a karom is, és a karomba meg még nehezebb kártyákat fogni. Tehát az, hogy avval lerakja egy lapot, az lehetetlen, teljesége lehetetlen, úgyhogy hogy csak tényleg nagyon óvatosan kell lerakni, meg úgy vesszük ugye fel, hogy úgy nézzen ki, mintha leraknád, de egyébként nem biztos, hogy te leraktad oda, úgyhogy ezek ilyen Aha. kis trükkökkel meg van csinálva. De hát ezt be kell vállalni, hogyha tényleg, amikor fel akarunk venni valamit, és ha nincs ott plusz ember, akivel fel tudnánk venni, hát akkor beöltözünk gyorsan, és akkor tök egyszerűen meg tudjuk így is csinálni. Így mennyi időt vett igénybe egy nagyobb részlet forgatása? Fú, hát ez egyébként változó tud lenni. Nagyon sok múlik azon, hogy milyen kártyákkal játszunk. Tehát, hogy azt el kell mondjam, hogy ugye én is főleg inkább ez a retro vonalon vagyok. Tehát én nagyon sokat játszottam a régi csapatokkal, a régi paklikkal, amiket elmondtam, ez a Monarch korszakban például, a Hósárkány, stb. Tehát, hogy ezeket én tök jól tudtam, és akkor fejből tudtam az összes lapot, meg minden képességet, még a Lightsworn-okat is, tehát ezeket mind tudtam, és akkor igazából az ilyen harmadik, negyedik generáció után már kezdtem elveszteni a fonalat, és ugye jöttek egyre bonyolultabb lapok, képességek, stb., amiket én már annyira nem követtem, azt főleg a Tamás követte, és akkor ő adta át nekem így az infót, de amikor egy olyan csata volt, ahol olyan lapokat kellett mondanom, amik ugye ezek a tök vadonatúj lapok, akkor sokszor ott helybe kaptam meg a Tamástól a forgatókönyvet, és nem nagyon nehéz volt azokat megjegyezni, hogy most mit csinál, hogyan, és egy jelenetben mondjuk elmondasz 5 különböző lap képességét, az marha nehéz szerintem. Azok így nagyon sokáig el tudtak húzódni. Tényleg volt egy ilyen, ugye a meccseket úgy szoktuk felvenni, azt nem tudom, hogy a Tamás mondta el már, hogy ugye először mindig csak az egyik oldalt veszük fel, és utána a másik oldalt, és akkor ugye közben meg azt, amikor a oldalról azt, amikor ugye mind a ketten támadunk, védekezünk. És ugye egy ember része az akár simán tud lenni egy ilyen másfél óra, 2 óra is, hogyha annyira bonyolult, meg annyira sok körből áll ugye egy meccs. Tehát azért elég el tud húzódni, és ugye vannak a jobb esetek, amikor akár egy fél óra alatt föl lehet venni egy embernek a felét, mert hogyha nagyon tudja. Tamás például ugye nagyon vágja a lapokat, mert sokszor ugye ő is írja teljes mértékben az egészet, akkor neki nagyon könnyű, csak darálja igazából a szöveget, és akkor az úgy nagyon effektív tud lenni, igen. Tehát akkor itt tényleg a szövegtől függ, hogy mennyire megy. Igen, nagyon sok minden függ a szövegtől, meg nagyon sok függ minden igazából, ugye nem csak mi szereplünk benne, hanem nagyon sok más is, és ugye embertől is függ, ha olyan ember van, aki új ebbe, aki nem annyira ismeri a Yu-Gi-Oh!-t, csak besegít, vagy plusz szereplő, neki még nehezebb igazából Igen. a magákat, a szavakat, alapból a szavakat is megjegyezni, mert ugye angol szavak az összes,
Négy összetett szó, és akkor még az, hogy mondjuk megidézett, stb. Ezeket ugye, aki tényleg nem játszik vele, az nem is igazán tudja, hogy ezek most mit jelentenek, vagy most hogyan kell őket oda képzelni, úgyhogy ez nem mindig egyértelmű, igen. Hát gondolj vele, hogy én szinte rajtam kívül mindenkivel végigjátszottam ezt, de hát igen, ezt nagyon is Akkor tapasztalom. Nálunk átérzed, igen. senki más nem jugiózott, ugye úgy kezdtünk bele. Hát igen, ugyan nehéz ez, akkor te is tudod, hogy azért sokat kell szenvedni vele, hogy utána, hogy jól sikerüljön, tehát hogy jól mondja el az ember, jók legyenek a hihető legyen igazából. Ja, ezek nem egyszerűek. Igen. És úgy egy nap alatt szoktátok ezt így ledarálni, hogyha kitalál egy ilyen párbaj jelenet, vagy valami ilyesmit, akkor ezt egy nap alatt be tudjátok Hát fejezni? mi például a Tamással, amikor csak mi játszottunk, azt simán fel tudtuk venni egy nap alatt. Tehát az ment egy nap alatt, de amikor már mondjuk több meccs, szerintem 2-3 meccset már nem nagyon szoktunk egy nap alatt. Akkor azokat inkább külön napokra vannak rakva. Meg ugye, ha mondjuk mi játszunk a Tamással, akkor azt felvesszük, és mondjuk ott van velünk még a BZ, akkor felvesszük még a BZ részét, de ha mondjuk akivel játszik, azt már nem biztos, hogy aznap vesszük fel. Akkor azt mondjuk, hogy akkor az majd. Ugye sokszor úgy vesszük fel egy csatát, hogy nincs is ott a másik fél, mert nem kell igazából, mármint hogy nincs közös jelenetük, akkor össze lehet ugye úgy ügyesen vágni, hogy úgy tűnjön, mintha ott van, de valójában nincs is ott az a másik fél. Ilyenkor ugye csak a időjárás tud betenni, hogyha Hát teljesen az más. igen, az be tud tenni, ugye a legújabb filmekben ugye sokszor már reflektált a háttér is, ugye a zöld háttér miatt, Igen. ott meg ugye ki lehet ezt cselezni, hogy akkor igazából teljesen mindegy, hogy este van, reggel van, a zöld háttér az megoldja. Igen. Hát ez egy nagyon praktikus megoldás, igen. Ismersz-e más ilyen Yu-Gi-Oh! Real Life munkásságokat, így akár az országban, vagy akár külföldön is, vagy van-e olyan, amit úgy nézel, vagy követsz a tiéteken Hát kívül? igazából így konkrétan én ezeket már annyira, tehát a tiédről tudok, ugye ezt már Tamás is mondom, ezt már meséltem, meg a tiédről tudok, hogy te azt tök jól viszed, meg csinálod. Külföldieket annyira nem néztem, még eleinte, amikor elkezdtük ezt a Tamással, igazából akkor nézegettünk, hogy ugye úgy kezdődött az ötlet is, hogy megnéztük, hogy vannak-e ilyen real life videók, és ma ott is találtunk egyébként egész ügyeseket, és úgy gondoltuk, hogy igazából ilyet mi is tudnánk csinálni, és ott lehet, hogy még jobbakat is tudnánk. És hát biztos ismer ezt a videónkat, amikor először csak egy ilyen mezőn felvettünk egy ilyen kis 5 perces kis rövid videót, és ugye az már ilyen bőven átlépte a milliós nézettséget, akkor láttuk meg, hogy hát ez tökre van keresletre, meg tökre nézik az emberek. Úgyhogy igazából én annyira ezeket nem követem, én igyekszem a sajátunkra koncentrálni. Ugye Tamás az, aki az egészet viszi, szerintem ő az, aki inkább így beleásta magát abba, hogy mások hogy csinálják, hogy másokkal ugye így kooperál, meg tőlük vesz, akár ihletet adnak egymásnak, úgyhogy én annyira ebben nem vagyok már benne sajnos. Időhiám. Nem tudom, hogy hallottad, de hogy jó magam is ellátogattam oda a legendás helyszínekre, Igen? ugye oda Csöblére. Igen. Én Na mesélj róla, klinikumként mert erről jártam nem tudok. egyébként, képzeld el. Úgy volt, hogy én nekem nagyon tetszett az a környék, meg minden, és így egyszer valahol szemfülest kaptam, hogy Celldömölk környékén szoktatok forgatni. Na mondom, Így van. körbenézek, hogy milyen helyek vannak ott, meg minden. Aztán azt hiszem beszéltem Tamással, bár ez még nagyon régen volt, és ő mondta, hogy a Csögle környéken, meg ilyenek, ott a víztorony, meg ilyenek, és akkor én meg jobban voltam Óbissal. Tehát ugye Óbist én már nagyon rég ismerem, ilyen versenyek Ja, által, mert ugye ő egyébként is regionálok. versenyre járt, igen, akár Budapesten is, meg mindenfele. Igen, egy Én nagy versenyző. ott ismertem meg őt, mert én egyébként nagyon messze lakom, én Nógrád megyei vagyok. Tehát úgy volt, és akkor Óbissal megbeszéltem, hogy egyszer vigyen már el oda, hogy együtt menjünk el ott a helyszínekre, mert én nagyon szívesen látnám ezeket ugye élőben. És aztán ugye azt is össze sikerült hozni, hogy egy ilyen kis crossover epizódként a saját sorozatomba beépítettem azokat a helyszíneket egy egész epizód erejéig. Tök jó, És nagyon tök erős király. lett, És akkor azt mondom. ugyanazok például a víztoronynál? A víztoronynál volt, meg volt ott a vasútállomás, a külsővati vasútállomás. Igen, ezek az Fú. ilyen fix helyszínek, igen. Nagyon, nagyon szeretem. Aha, én nekem akkora élmény volt, gondolj bele, tényleg évek óta nézem ezeket a helyeket, csak álmodom róla, hogy elmenjek egyszer oda, és fú. Ja, hiszem, azt tök jó. Nagyon tetszik. És az utolsó kérdés, hogy
Volt-e esetleg kedvenc forgatásod, így a Yu-Gi-Oh! Real Life-okkal kapcsolatban, és hogy melyik? Fú, hát talán volt, igen, amikor, de most ezt nem tudnám megmondani, hogy hányadik rész volt. Volt egy, amikor ugye a Tamás ellen játszottunk, és azt a Smirko írta a forgatókönyvet. Szerintem nem a legújabb, hanem talán még előtte volt, amikor a Tamás ellen harcoltam, és egy nagyon hosszú, nagyon összetett csata volt, meg voltak idézve az istenek, de igazából ott minden történt. És az annyira részletesen is össze volt rakva, hogy tényleg ott már a forgatókönyv is olyan volt, hogy mondom, úristen, nem hiszem el, hogy ennyi mindent össze lehetett rakni egy csatába, és ott tényleg ott minden történt. Én az a baj, hogy már azt is nagyon, szerintem több mint egy éve volt már, keverem amúgy. Na mindegy, de az a lényeg, hogy az nekem az nagyon megmaradt, hogy az nagyon brutális volt. Na, és ez tipikusan olyan forgatás volt, amit egyébként nagyon nehéz volt felvenni egy részbe, vagyis egy nap alatt, mert nagyon sok körből állt. Ugye ettől is függ, ugye, hát vannak olyan csaták, ami 2 kör alatt megvan, az meg szerintem volt, vagy tizen nem tudom hány forduló, tehát az nagyon hosszú volt, és az Ez nekem is nagyon zöld tetszett meg. hátteres volt, ugye? Igen. Akkor tudom, melyikről beszélsz. A 13. rész. Na, A hát utolsó jó. epizódotok. Akkor tudod, jó, az volt, igen, és az nagyon szerintem az zseniális volt, tehát az, ahogy Igen. össze volt rakva, ott tényleg Az minden hosszú rész történt. volt, mert nem csak a ti párbajaitok voltak benne, hanem még volt előtte. Igen. Igen. 13-as volt, azt mondod? 13. aha. Ja, jó, az, na igen, az nekem az nagyon megmaradt, igen, tehát hogy azért, hogy nagyon össze volt rakva tényleg az egész, nagyon jó volt összerakva, nekem az nagyon tetszett, igen. Úgyhogy Jó. ez volt szerintem, ami így megmaradt, igen. Köszönöm szépen akkor a válaszokat, meg hogy így időt szántál ránk. Hát ugyan Akkor... nincs mit, én köszönöm, hogy itt lehettem. Na, a nézőknek a nagy része egyébként 100%, hogy ismeri a ti munkásságotok, a ti munkásságotokat is. Külön videó is volt róla egyébként, ugye, hogy ti ihlettetek engem, meg ilyesmi. Tehát biztos, hogy nagy rajongóid, azt tudni. Na, örülök neki, akkor tök jó, Nagyon jó hogy volt a tudtunk beszélgetés, beszélni. ugye, amikor Tamással is beszéltem. Tehát, úgyhogy igen, ő volt Harci Bence, a második főszereplője a Movie Series-nek. Szóval köszönjük szépen, hogy végignéztetek a videót. Sziasztok! Sziasztok!